Nem véletlen, hogy ezt a képet hoztam nyitó képként, hiszen itt szó volt már a felnőttkori elhízásról, a különböző betegségek kialakulásáról, de minden nagyon pici gyerekkortól indul. És jó magam is, bár ott a bal alsó, vagy a bal felső képen még nem láttam, hogy én majd paralimpikon, meg világbajnok, meg Európa bajnok leszek. Egy harmadik gyerekként jöttem a családba, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én így születtem. Most azt is lehet gondolni, hogy hát ez a Boronkai Peti meg van bolondulva, hát hogy lehet annak örülni, hogy valaki másfél karral születik, holott tényleg én ennek az állapotnak csak köszönhetek. Többek között azt is, hogy a sport által bejártam az egész világot, nagyon sok barátságra tudtam szert tenni, és nem utolsó sorban itt vagyok, és tudok arról beszélni, hogy hogyan lehet így is sikereket elérni. Kicsit az összes kontinensen vagy edzettem, vagy versenyeztem már. Kicsit hazudok, mert az északi meg a déli sarkon még nem jártam, de ígérem, hogyha lesz triatlon verseny, akkor majd ott TikTokon, vagy nem tudom már, hogy hívják, élőbe fogok onnan bejelentkezni. Ugye többfajta táv és többfajta szakága van ennek a sportágnak, ezekben nyertem világbajnoki címeket, legutóbb a 10. világbajnoki címet azt augusztusban nyertem Szlovákiában egy hosszú távú világbajnokságon. Ugye űzöm ennek a terepverzióját is, ahogy látjátok, ott használok művégtagot, illetve protézist. De nem erről szeretnék beszélni, itt egy szó volt arról, hogy milyen nagy, milyen hátul állunk a sportolásban. Hát vannak azért itt olyan dolgok, amiben viszont nagyon jó helyen állunk idézőjelbe. 2016-ban ugye másfél millió olyan ember halt meg az Európai Unióban, akiknek a kétharmadánál, azaz közel 1 millió ember halálát elkerülhettük volna. Ez Magyarország viszonylatban 100 000 lakosra számítva Magyarországon haltak meg a legtöbben megelőzhető betegségekben, és ez a prevenció hiányára, illetve az egészségtelen életmódra ad jelet. Itt van egy statisztika arról, hogy tulajdonképpen az elhízás is milyen nagy probléma. Ugye erről már többször is beszéltünk. Ugye bő 10 évvel ezelőtt kb. 20%-a volt ez a lakosságnak. Rá egy 5-6 évre már 30%. Csak halkan megjegyzem, ez azóta sem lett jobb. Viszont ezek a betegségek, amikről már beszéltünk, ez egészen komoly problémákat jelent már teljesen kicsi korban. Így van az egészséges gyerek, az egészséges étkezés után jönnek az egészségtelen étkezések. Ezt mind otthonról kapjuk, mind otthonról indítjuk, és nagyon sokszor dobálózunk azzal, hogy az iskolákban nem megfelelő sportolás van, meg nem megfelelő oktatás, és nem megfelelő étkezés, holott miért nem arról beszélünk, hogy otthon mi az, amit tudunk változtatni. Ugye túlsúlyos gyerek, elhízott gyerek, nem tud mozogni eleget, és itt kiemelnék egy nagyon fontos tényezőt, hogy ugye nyilatkozik a gyerek, hogy folyton csúfolnak. Ez a gyerekkor velejárója. Engem meg szokták gyerekek kérdezni, hogy szoktak engem csúfolni. Hát nyilván már nem, a gyerekkor velejárója, hogy csúfoljuk egymást, de engem is csúfoltak, ha azt mondták, hogy félkarú, egyből rávágtam, hogy félagyú, ha félkezű, akkor rávágtam, hogy féleszű. Én is ugyanúgy csúfoltam a másikat, mert azért, mert éppen túl duci-uci volt, vagy éppen túl vékony volt, mint a piszkafa. Ez sajnos a gyerekkor velejárója, és igen, nagyon sok gyereket csúfolunk azért, mert elhízott. És ezt, igen, az a szülőknek a felelősség, hogy már otthon lássák azt, hogy mozogni kell. Hát itt egy top 10-es lista arról, hogy miért jó mozogni. Ugye nem fogom az összeset felolvasni, társaságban ugye könnyebben, ugye erről is már volt szó, hogy milyen jó az, hogy közösségekben lehet különböző edzéstevékenységet, mozgástevékenységet végezni. Mindig meg szoktam kérdezni a gyerekeket, hogy mi a kedvencem ezek közül, ki az, aki kitalálja. Ez ugye a 8-as, ugye mozogsz, akkor többet tehetsz, mert hát milyen jó lenne, hogyha minden ilyen könnyen menne, mint az elhízás, mint ennek a pandamackónak, ugye. Ugye szoktam ezzel példálózni nekik, hogyha esetlegesen minél közelebb van egy étterem, egy gyors étterem, akkor számoljuk ki gyorsan, hogy egy sajtburger menühez hány kilométert kell ahhoz futni, hogy azt a bevitt kalóriát le tudjuk dolgozni. És hát mindig azt szoktam mondani, hogy
jó, akkor mondjuk, hogy 8 vagy 10 kilométerre van, hát itt Schaltburger merő az körülbelül 12 kilométer, akkor most elfutunk a legközelebbi gyorsétterembe, és akkor mindenkit meghívok, aki elfut. Hát nyilván akkor sokkal kevesebben jelentkeznek erre. De ez egy nagyon jó példa arra, hogy mutassuk meg a gyerekeknek azt, hogy mi az, amit beviszünk, és mi az, amit nyerünk ezzel az egésszel. Ugye itt az előző előadásban láthattunk elpusztult állatokat, ugye én is hozhattam volna, hogy mennyi halott testeket, hogy éppen milyen káros lehet akár a dohányzás, vagy az alkoholfogyasztás. Én inkább egy ilyen diával szoktam mutatni a gyerekeknek, hogy bizony ezekre kell figyelni, hogy hány kilométer kell adott esetben egy-egy ételekhez vagy italokhoz futni. És mi a megoldás ahhoz, hogy gyerekkorban már megfogjuk őket? Ugye itt elhangzott ez a heti 2,5 óra mozgás. Én egy kicsit szigorúbb vagyok, én azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy egy nap 24 órából áll. Ha csak fél órát, azaz egy napunknak a 48-ad részét mozgással töltenénk, akkor már sokkal többet költhetnénk sportra, és nem gyógyszerekre. És ez egy nagyon jó motiváció számukra is, de nem csak a gyerekek, hanem a fiatal felnőttek számára is. Jó magam egy futóklubot vezetek Kecskeméten egy kollégámmal, ahol amatőr sportolókat készítünk fel különböző versenyekre, illetve a hangsúlya nem versenysportnak a népszerűsítésén van, az, hogy kezdjünk el úgy mozogni, hogy mindenki számára elérhetővé tudjuk ezt tenni. Mindezt tudjuk úgy, hogy tudatos táplálkozásra ösztönözzük a sportolóinkat. Ez egy franchise rendszerű futóklub, ami jelenleg 6 városban működik. Nálunk vannak a legtöbben az országban, ez közel 40 főt jelent. És még olyan, milyen céljai vannak még a mozgásnak? Ugye az egészségtudatosságnak a növelése, a különböző szemléletformálás, az egészség megőrzését szolgáló magatartásformáknak az elsajátítása, és ez hol máshol, mint gyerekkorban, mint ugye akár egy vizitúrával a gyerekekkel a természetben tegyük már egészen kicsi gyerekkorban nem luxussá a sportot, hanem az életünk részévé a sportot. Az, hogy annak idején például, amikor én gyerek voltam, senki nem tartott fegyvert a fejemhez, hogy én sportoljak. Egész egyszerűen én abban az előnyben voltam a hátrányommal szemben, hogy én ezzel szerettem volna több lenni a többiekkel szemben. Például amikor csúfoltak, és ahogy elkezdtem sportolni, és jöttek az eredmények, és érmeket nyertem, mindenki az én havarom akart lenni. És érdekes módon látok olyan gyerekeket, akik sikereket érnek el sportban, és mindenki az ő barátjuk akar lenni, és ezáltal tudják egymást is motiválni, és egymással versenyezni. Javítani a lakosság általános egészségügyi állapotát, ugye, növelni a hazai lakosság egészségben töltött éveinek a számát, és ha már fogyatékos sport, ugye nagyon sok olyan megmozdulásban veszek részt, ahol az integráció van a hangsúly, tehát épp és fogyatékos sportolókat, illetve épp és fogyatékos gyerekeket együtt sportoltatni és mozogni. Sokan nem tudják, nekem az alap végzettségem szociális munkás. Sokáig dolgoztam egy kábítószer problémás fiatalokkal egy drogambulancián, majd ezt követően egy közép és halmozottan súlyos értelemfogyatékos gyerekekkel foglalkoztam egy speciális iskolában, majd később állami gondozott gyerekekkel ugyanebben az intézményben. És fő feladatomnak azt éreztem, hogy az épp intellektusú gyerekek közé minél szélesebb körben vigyem be a fogyatékkal élő gyerekeket, mert hogy ne legyenek elzárva a sportnak a lehetőségétől, ugye mindenki számára elérhetővé kell tenni a mozgást. Preventív roadshow-k, szűrőbuszok, családi sportnapok szervezése, ez mind olyan terület, amiben aktívan tevékenykedtem. De volt olyan település is Borsod megyében, ahova úgy hívtak el, hogy nem tudtak előadót hívni, mert egy idézőben egy problémás közeggel álltak szembe, és nem volt olyan előadójuk, akikkel meg tudták volna őket szólaltatni. És hát annyi hátránya volt, hogy itt elsősorban roma fiatalokkal találkozhattam itt, és egy hátránya volt, hogy a végén futnom kellett velük versenyt, és meg kellett mutassam, hogy hát már pedig
nem abból a fából faragtak engem nem lehet csak úgy legyőzni. Természetesen én farmerban és utcai cipőben voltam, úgyhogy azóta is ezt hajtogatom nekik, hogy jó, hát úgy könnyű sportcipőben és sportruhában. De nagyon jó volt nekik is arról beszélni, hogy hogyan lehet sikereket elérni, hogyan lehet a hátrányból előnyt kovácsolni, hogyan lehet teljes életet élni akár sérült emberként is, és ez mind-mind arra ösztönöz, hogy ezt a munkát tovább is folytassuk. Szűrővizsgált, akkor egyéb kötött sportnapok, ugye települési edzésnapok szervezése, vagy egészségnapok szervezése, miért ne lehetne adott esetben egy adománygyűjtő futás keretében szűrővizsgálatokat végezni. Itt az alsó képen egy Gui Angéla barátommal futunk egy adománygyűjtő futáson, neki az előadása holnap lesz, és ez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy minél szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni a sportot. De mit tehetünk mi szülőként? Ugye nekem két gyerkőcöm van, és a gyerekeim ordítanak, amikor elindulok otthonról futni, és nem azért, mert elmegyek otthonról, hanem azt, hogy miért nem viszem őket magammal. Úgyhogy muszáj volt beszerezni egy futóbabakocsit, és ilyen felváltva, amikor éppen, ez nagyon jó, mert egyébként anyát is egy kicsit tehermesítem, tehát a kettőből legalább egyet elviszek. És próbálom őket is már minél hamarabb arra ösztönözni, hogy mozogjanak, és ebben nőjenek föl, hogy a mozgás az nem egy luxus, az nem egy kiváltság, hanem az életünk része legyen, ugyanúgy, mint mondjuk a levegővétel. De mit tehetünk mi szülőként? Ugye vigyük el vásárolni, főzzünk együtt, ígyunk gyakrabban folyadékot, stb. A főzés az egyébként nálunk már nagyon megy, 3 éves a nagyobbik fiam, és másfél a kisebbik, és hát akkor mindig ilyen, majdhogy nem kisgatyába kell menjek, mert biztos, hogy tiszta csetepaté lesz, és minden paradicsomos, vagy éppen tiszta csoki lesz minden a ruháim közül. Úgyhogy ilyenkor nagyon kell figyelni arra, hogy milyen ruhát öltök, amikor éppen együtt főzünk a gyerekekkel. Mert hát ugye mi rajtunk múlik az ő jövőjük, és a pályafutásom során lehetőségem nyílt arra, hogy minél több civil szervezettel dolgozhassam együtt, és a mozgás örömét, a mozgás jótékony hatásait tovább tudjam adni. És már itt elhangzott a mai nap folyamán az, hogy nemzeti hősök. Ezeknek a gyerekeknek hősök, ezeknek a gyerekeknek példaképek kellnek. Most lehet akár épp, akár fogyatékkal élő sportolóról beszélni. Mindenképp kellenek olyan sportolók, akik a hátrányukból kovácsoltak előnyt. A hétvégén például két olyan sportolót ismerek, aki éppként is világszínvonalú vagy nemzetközi szinten sportolt. Ugye Szekeres Pali barátom, aki 88-ban Szöulban nyert bronzérmes vívásban, majd rá 4 évre már paralimpiát nyert. A hétvégén Svita Csalexa, akinek hasonlóképp hiányzik az egyik karja, mint nekem, asztali tenisz világbajnok lett, aki szintén sérülése előtt asztali teniszező volt, mind olyan példák, akik előrébb viszik ezt a gondolatmenetet. Talán a legnagyobb létszámú gyereksereg, akik előtt előadást tartottam, az egyszer az Erzsébet tábor volt, ahol közel 1200 gyereknek tartottam egyszer előadást, de legutóbb, ami ilyen nagyobb projekt volt, a Giro d'Italia magyarországi útvonalán ismertettem meg a gyerekekkel a kerékpározás örömét, a magyar résztvevőket, most már tudják, hogy ki Fetter Erik, Dina Márton és Walter Attila, és ismertettem meg velük magának a zsirának a hangulatát, és ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy itt is, ilyen platformon is megismertessem a gyerekekkel a mozgás örömét. Ugye említettem, hogy több civil szervezettel dolgoztam együtt, nagyon sok munka vár még ránk. Én bízom benne, hogy mint szövetségi kapitány, mint triatlonista, mint aktív motivációs előadó továbbra is fogom tudni vinni ezt a feladatot. Köszönöm szépen a figyelmet!